90 perc. Összegezve úgy gondolom, hogy egy egész jó kis mérkőzést láthatott a közönség, meg mi is. Én az én olvasatomban három részre bontom a mérkőzés értékelését, természetesen a saját csapatom oldaláról nézve. Az első fél időben véleményem szerint jól futballoztunk, uraltuk nagyjából a mérkőzést, kontrolláltuk, nálunk volt sokat a labda, és elértünk egy gólt, amik elég érdekes körülményekre született, de hát megvolt a vezetésünk. Szünetben el is mondtam a játékosoknak, hogy onnantól kezdve úgy éreztem, hogy olyan nyugalom lett úrrá rajtuk, hogy itt minden menni fog, mint a karikacsapás, hogy az utolsó 10 perc, 15-en voltam elégedett. És hát a második fél idő első 15 perc az abszolút a hazai csapaté volt, ki is egyenlített, ott nagyon rossz felfogásban futballoztunk. És az utolsó 30 perc véleményem szerint minden igényt kielégített a publikum is. Volt egy bekiabás, hogy ne cseréljek, mert élvezik a mérkőzést, ne húzom az időt. Ez egy nagyon jó dolog, úgy gondolom. Tehát így mindent összevetve reális az eredmény, azzal együtt elég sok zicset kidolgoztunk, nagyon sok lehetőségünk volt, ami a jövőre nézve azt gondolom biztató, természetesen a hazaiaknak is volt, de talán reálisan nekünk egy picit több, de mondom, ez így összegezve egy jó mérkőzés volt, egy pontot szereztünk a tavalyi ezüstérmes otthonában, az egyetlen kupacsapatunknál, ezúton is sok sikert csütörtökön nagyon szorítunk. Úgyhogy azt gondolom, hogy az egészét egybevéve elégedettek lehetünk. Az öltözőben sok játékos, jó magam is egy pár percig, egy kicsi szomorúság volt. Tehát, hogyha ezt el tudjuk érni, ezt a szintet, hogy ilyen szintű csapat otthonában úgy érzik a játékosok is, hogy esetleg még a másik két pont is megszerezhető lett volna, az jó dolog, tehát ezen az úton kell tovább mennünk, úgyhogy azt gondolom, hogy jó kis 90 percen vagyunk túl. Köszönöm szépen. Jó, tehát gratulálok a vendégeknek az egy ponthoz is, meg ahhoz is, hogy tényleg első fél időben jobban játszottak, mint mi. Első fél időben mi nagyon enerváltan fásulta játszottunk. Szünetbe kértem a játékosokat, egyrészt hadrendet is váltottunk, másrészt pedig sokkal aktívabb játékra kértem a fiúkat, már hozzáteszem, hogy ilyenkor ezzel óvatosan kell bánni, hiszen 8. meccsünket játsszuk 30 nap alatt, gondolom, hogy ez Angliába is megállná a helyét, az ilyen sorozat, és amellett, hogy én a fiúk előtt megemelem a kalapomat, hiszen a második fél időben tényleg úgy álltunk föl, szünet után első fél idő az gyenge volt, tehát nem szabad ezt szépíteni, gyengén játszottunk. Nyilván ehhez két dolog kell, tehát kell az, hogy az ellenfél egyrészt játéka, másrészt pedig az, hogy mi nem tudtuk azt megvalósítani, amit szerettünk volna. Második fél időben viszont mindent egy lapra feltéve, többször kockáztatva is a 3 pontért indultunk. Csatába a végén is, a hajrába is, ebből adódott az, hogy nekünk is, illetve a vendégeknek is voltak lehetőségei, még a mérkőzés hajrájában is, úgyhogy én véleményem szerint is a döntetlen az teljesen igazságos. Hát el kell, hogy ismerjem, nem voltunk teljesen frissek, aztán meglátjuk, hogy mi lesz. Köszönöm szépen, nézhetek a kérdés már esetleg. Tibi talán? Kérdezek, Istáról tudunk, hogy Béber Györgyel, hogy nagyon karcsonos azt mondta, hogy nem voltak teljesen frissek, ez a másik fél idő az bizonyította, hogy ezért van erről a rendület a csapatban, hogy a csütörtökig mi kell az, hogy esetleg ezt mit tudok csinálni, hogy ezt így maradjon, vagy még javuljon ez az állapot. Győrben itt azt kérdezem, ugye, hogy legalábbis nekem úgy tűnik, hogy ez a csapat sokkal inkább akarja a győzelmet, hogy inkább vár ilyen győztes típusú játékosokban, mint a tavalyi élet, hogy nem rosszul, de ez tényleg jó volt nézni az első fél időben fel a csapatodat, hogy mentek előre a rendületen, ahogy te is így érzed el. Más csapat kicsit, igen, tehát tavalyi bajnokság elég hektikus volt, nagyon jó szériák, aztán borzalmas, aztán megint egy kicsit jó. Ezt lezártuk, pontosan ennek tükrében tudtuk, hogy körülbelül mit kellene csinálni nyáron, és ezt meg tudtuk valósítani. Valóban minden olyan játékos, aki kiszemelt volt, ide került gyakorlatilag. Elsősorban tényleg olyan karakterű emberekre volt szükség, akik ezt a úgymond győztes mentalitást képviselik,
Nyilván minden labdarúgó valahol nyerni akar, de a tavalyi csapatból hiányzott valóban az a fajta, hát ez a karakter a legjobb szó, mert ezt szoktam használni, és hát az mellett én azt gondolom, hogy egy-két játékos jó helyre is került, tehát gondolok itt a két Rábaetóból kölcsönben érkezett játékos, akik Győrben alig-alig szerepeltek, én úgy gondolom, itt pedig nagyszerűen kivirultak, és még nagyon sok minden lehet az ő játékukban. Ferenci Pista ugye még nem kezdte meg a gólgyártást, de megfogja, de mellette az ő játéka azért nagyon komoly sanszokat nyit akár a Maricsnak, vagy a két szélső játékosnak. Úgyhogy tényleg más ez a csapat, és nagyon remélem, hogy ezen az úton tudunk tovább menni, úgyhogy tavaly én is sokat hibáztam abban a szempontból, hogy sokszor rózsaszín álmokat kergettem, hogy majd most jön egy sorozat. Nem, most tényleg hétről hétre készülünk, semmiféle távlati célokat nem fogunk kitűzni, hanem csak a következő mérkőzést. És hogyha ezen a nyomsával haladunk, amit itt az első három fordulóban bemutattunk, mind játékban, mind úgy gondolom, erőlétileg, mentálisan rendben volt a csapat. Hát Újpesten nyertünk Pakson, rendetlen, nem sok csapat fogja ezt szerintem véghez vinni. Ezt kell vinni tovább, és én az elején elmondottam, hogy nekünk 3-4 hét biztos kell, még az első forduló után, hogy igazán összeérjünk, mert nagyon rövid volt a felkészülés, és például a Sander Puri az 2 hete van a csapatnál, vagy 3, tehát neki is még mindig szükség van itt ismerkedni, szokni a dolgokat. Úgyhogy szép lassan azért ott tartunk, hogy azt tudom mondani, hogy egy állandóság van, és a padunk is kielégítő, úgyhogy tényleg lehetek bizakodó, de ehhez hétről hétre szépen alázatosan kell végezni a dolgunkat. Hát annyi, hogy csütörtökre megpróbálunk regenerálódni, de természetesen azt azért nyomtalanul nem fog elmúlni, hogy itt, ahogy említettem, tehát 8 meccset játszottunk, és nem akármilyen mérkőzéseket, beleértve a magyar találkozókat is, a magyar bajnokikat, illetve azért azt is el kell mondani, hogy ilyenkor arra is oda kell nagyon figyelni, hogy mi szinte mindig utazunk, tehát mi eddig 2 hazai mérkőzést játszottunk, itt elismerő azt, hogy a fehérváriak nagyon partnerek voltak, és mégis otthon éreztük magunkat, de ez mindig egy más, mint hogyha valaki otthon játszik. Tehát mi gyakorlatilag eddig a 8 meccsünkből 2 játszottunk Pakson, ami nem mindegy. És most elmegyünk egy olyan csapathoz, amelyiknek volt eddig körülbelül 3 tétmérkőzése. Úgyhogy a feladat nem egyszerű, de azért vagyunk, hogy megoldjuk. De a csapat már nagyon sok mindent oldott meg, és úgy gondolom, hogy ma szünetbe nem sokan adtak volna azért egy garast is, hogy mi így feltámadunk, és tényleg itt már az akaraterő, azt lehetett látni, hogy erőléttel azért nincs probléma, itt a frissesség, illetve az erőlét az azért 2 más történet, tehát azzal nem volt probléma, ezért tudtunk tartálni, meg azért, mert volt a fiúkban akaraterő. Köszönöm. Még valaki esetleg? Amennyiben nem, akkor köszönöm szépen, és sok sikert kívánok!